volt egy nagyon gyors helycsere. Itt a kanapén két vendégünk van, Benedek Miklós rendező és Ruf Milán színész. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt. Köszönjük, kívánok, hogy itt vannak. És amiről most beszélgetni fogunk, az az, hogy egy új premier lesz a Belvárosi Színházban, méghozzá Molnár Ferencnek a Riviera című darabja. Én vagyok a hibásabban, hogy eddig ezt nem ismertem? Ez azt hiszem meg is volt a beszélgetés, köszönjük, hogy itt volt. Szóval, hogy egy kevésbé ismert darabját mutatják be. Miért erre esett a választás? Hát mikor az Orlai Tibor felkért engem, a Belvárosi Színház igazgatója, hogy csináljunk valamit közösen, rendezek egy darabot, és akkor azt kérte külön, hogy ez egy ilyen századfordulós, vagy két világháború közötti vígjátékra gondolt, és hogy legyen valami ilyesféle. Nagyon sok darabot elolvastunk, javasoltunk, és aztán ez lett a vége. Miért lett ez a vége? Van mai üzenete, vagy nem kell mindenben mai üzenetet keresni ilyenkor? Hát mai üzenete van neki, de nem ez a lényeg, hanem egy nagyon szellemes, nagyon kedves, nagyon sok mindenről szóló, különösen a kapcsolatokról, és a pénzről, és a barátságról. Úgyhogy azt hiszem ennél több, nem sokkal kell egy mai magyar írótól, aki... Hát, hogy van-e mai mondani valója, hogy valami ilyesmit nyilatkozott ön egyszer, hogy például az a mondandója ennek a darabnak, hogy ha egy hölgy a fehér lovas herceget várja, akkor mondjon le a szerelemről. Tehát, hogy akkor válassza a pénzt magyarul. Ennél kicsit bonyolultabb, de nem hallgatták meg a mondatomat. Mondom, a legnagyobb élő magyar íróról van szó, ugye? Hát, nem tudom, ha tudják, akkor valami 8 vagy 9 darabja megy most pillanatilag este. Molnár Ferencnek nem hiszem, hogy van magyar író. És ebben a színdarabban áll színpadra Milán. Milyen érzés volt a felkérés egyáltalán? Nagyon örültem, azért Molnárt játszani az színésznek az jó lehetőség, és nagy feladat. És hát azt tudtam, hogy ez nehéz lesz. Miben milyen nehéz? Hát eleve ezt a világot, főleg így majd megérteni, azért egy más világ volt, és de szerencsére Miklós ilyen tényleg nagyon felkészült, és nagyon ismeri ezt a világot, és sok mindent át tudott ebből adni. Nagyon jó a szöveg, nagyon szellemes a szöveg, és azt megtanulni, és azért azt így szájra tenni, az így feladat volt. Gyors kérdés még arra vonatkozom, amiről itt az előbb beszéltünk, hogy miért ez a darab. Hogy ön ezt akkor valószínűleg nagyon szereti, és ha jól sejtem, akkor például Molnár Ferencet többet is rendezett, mint amennyi darabban szerepelt. Nem egészen, de nem? Körülbelül igen. Szeretem ezt a kort valóban. Szeretem a Molnárt, a Szomorit, és ezt az egész társaságot, és a, mondjuk, ahogy lehetne jellemezni, hogy a kicsit egy pici színvonal alatt abbak, a Lőrinc, meg a Nóti, meg a Rejtő, meg aki nincs, ugye nem említik egy szinten a Molnárékkal, azok is nagyon-nagyon jók, és nagyon sok kibányászatlan kincs van a könyvtárakban, ami utána lehet nézni, és nagyon sok jó darab van, amit érdekes módon mindig hiányol a néző, hogy jól érezze magát a színházba, kicsit lehessen nevetni, kicsit sírni, és legyen hozzá egy történet, egy mese. Hadd legyen egy keretkérdésem mindkettejükhöz. Miklós, mennyire könnyebb, vagy esetleg nehezebb úgy egy darabot rendezni, hogy ön maga is egy egészen kiváló színész, nekem speciál az egyik kedvencem, tehát hogy át tudja mindazt érezni, amit önmagában már színészként eljátszott. Színészként könnyebb rendezni, vagy éppen nehezebb, illetve Milán, milyen elfogadni a rendezői instrukciókat egy olyan embertől, aki korszakos színésze a mai színházirodalomnak? Hát na most melyikre válaszol? Hát igen. Várjanak egy már szabába, bátran. Nagyon nehéz dolog. Nem is felelős, hanem felelősségteljes. Tehát rendezni mindenki tud, és csinálja is, hogy így, hogy úgy, de én szerintem egy borzasztó felelősségteljes mester az, aki jól rendez, hogy az ember a két kezén meg tudja számolni, hogy hányan van életében, akivel igazán hitt. És azt hiszem egyik legfontosabb a hit, hogy higgyen benne. Higgyen a rendezőben, és ha meg tudja csinálni, amit kér a rendező, és tetszik neki, akkor az félszerencse. Akkor visszatérve a kérdéshez hozzád is, a csak rendező rendező a jobb szerinted, vagy a színész rendező?
Színész, rendező, ugye színészként színészileg több vagy jobb dolgot tud talán mondani, de ezt így nem általánosítanám, de jobban meg tudja talán segíteni a színészt. Utolsó kérdés, nagyon gyors válasz, mikor, hova rohanjanak a kedves színházba járók? Hát szegények már Győrről lekéstek, mert Győrben volt, nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, a Vaskakas Színházban volt a bemutató, ahol hát egy csodás bankettel fogadtak minket az arab végén. Hol lesz a következő bemutató? Ennyi idő van már csak. A Színházban 18-án. Hát akkor most a hét. 18-án. Így van. Igen, és utána megy. Nagyon szépen köszönjük, nagyon sok sikert kívánunk, és Ulma Mónikával, Szabó Kimmel, Tamással és sokakkal másokkal nézzék a darabot. Köszönjük szépen, hogy itt voltak.